Persze adódik a következő kérdés, hogy hol vannak a humor határai, mivel lehet viccelni és mivel nem, mivel illik viccelni és mivel nem, ami egy nagyon nehéz és összetett kérdés, és nincsenek is egyértelmű válaszaim rá. Részben a humor pont azt a célt is szolgálja, egy fontos funkciója és szerepe, hogy feloldja a tabukat, feloldja a rejtett feszültségeket, hogy tudjunk nevetni önmagunkon és másokon egy nehéz helyzetben is, ezáltal elengedve az ahhoz fűződő feszültségeket, tehát pont, hogy egy ilyen tabu feloldó és feszültség oldó szerepe és hatása is van a humornak. Nem véletlen, hogy létezik a fekete humor, mint kategória, ami nem tréfál, hogyha vicc témáról van szó, és gyakorlatilag mindennel viccel, ami létezik, a szexuális bántalmazástól a tömeggyilkosságig, mindennel, amit el tudsz képzelni. Tehát pont, hogy egy ilyen funkciója van, hogy olyasmitről is tudjunk beszélni, és tudjunk nevetni, és feloldani a hozzá köthető nagyon negatív erőteljes érzéseinket, amiket másképp nem tudnánk hozzáférni. Másrészt ugyanakkor a humor az a megszégyenítés, a kifigurázás, a megalázás, a kirekesztés eszköze is lehet, és hát minél nagyobb tömegek előtt és minél súlyosabb poénokat sütünk el, annál erőteljesebb lehet ez a hatás, és annál rosszabbul eshet az embernek, illetve az ember szeretteinek, mert hát sokszor sokan a humort arra használják, hogy a másik bullyingolását és verbális bántalmazását elüssék és becsomagolják, és azt mondják, jaj, hát én csak vicceltem, tehát gyakorlatilag egy ilyen kifogásként is használják sokan a humort arra, hogy elfedjék a saját goromba és gonosz viselkedésüket. Hogy hol van egy-egy humornak a határa, az szerintem nagyban függ attól, hogy ki a mondó személye, hogy ki a viccnek a témája, vagy befogadója, vagy szereplője, akiről szól az a vicc, hogy milyen az ő kapcsolatuk, milyen kapcsolatban állnak, hogy mi a kontextus és mi az adott szituáció. Például a barátod orrán növő gigantikus pattanással simán elviccelsz és jót röhögtök rajta, addig ugyanilyen okból nem mész oda a 4-es 6-os villamoson, hogy viccelj egy idegen emberrel, mert borzasztó ízléstelen, bunkó és hát következményei lennének. Más az, ha négy szem közt viccelsz, és más az, ha nagy tömeg előtt. Más az, hogyha valaki titkolja az adott dolgot, más az, ha felvállalja, más az, ha valaki szégyelli az adott állapotot, vagy esetlegesen tud nevetni saját magán.